Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban itt a képen látható Pico AMO első osztályú poznani lengyel vasúti kocsit fogom egy picit megnézni. Egy kicsit rövid lesz ez a videó most, hiszen ugye ennek a kocsitípusnak a másodosztályú verzióját ugye már tavaly részletesebben megvizsgáltam. Idén az idénre bejelentett újdonságok között volt megtalálható az első osztályú verzió is. Nekem nagy kedvenceim ezek a lengyel kocsik, azok közül is ugye ez az első osztályú szívem csücske. Korábban már csináltam belőle én is ugye a robó alapú lengyel kocsiból csináltam egy első osztályú 5. korszakos járművet. Most végre kijött gyárilag ugye 4. korszakosként ugyan, de hát ugye ez a klasszikus festési sémával, feliratozási sémával ez a kocsi. Ugye korábban a Harrisnek is volt 4. korszakos másodosztályi kocsia, viszont első osztályú nem volt belőle. Az NMI eleve nem hozott ki csak 6. korszakos verziót az ő első osztályú kocsiaiból. Végre a Pico lecsapott erre a Zitzerre, és ő kiadta ezt a járművet 4. korszakos feliratozási variánsban is. Túl sokat nem is tudok elmondani a másodosztályi kocsin felül erről a járműről, ugye a nagy különbség az, hogy ugye ez 9 ablakos, és hogy első osztályú a jármű, minden másban teljesen megegyezik, ugye egy formailag helyes kasznit kapunk, nagyon szép ablakokkal, nagyon szép minőségi feliratozással és festéssel. Ami ugye maradt, az a festetlen belső és a nem a magyar kocsinak megfelelő elrendezésű alvászdobozok. Minden másban egyébként tényleg megegyezik a másodosztályú társával ez a jármű. A terepasztalon a kocsi nagyon jól teljesít, hasonlóan a többi Pico Expert modellhez. Mondanám, hogy a szántóföldön is elmegy, semmilyen problémát nem tapasztaltam, nagyon szépen, nagyon könnyen gurul, az ívekbe, ellenívekbe probléma nélkül el tud közlekedni, ugye én ezt a fecskefarkas kapcsolót használom ennél a kocsinál, semmilyen probléma, semmilyen akadás nincs, bármilyen másik kocsival könnyen együttműködik, és nagyon szépen el lehet vele játszani. Hát ez a gyártó ugye láthatóan arra fókuszált, hogy a járművei a terepasztalon is játszhatóak legyenek, és ne legyen olyan utólagos mindenféle dologra szükség, mint mondjuk amit láttunk a Harrisnél, ott ugye az alátétezés, az NMI-nél, ott is ugye le kellett vágni itt az alvázon egy-egy ilyen kisebb kiálló pöcköt, hogy egyáltalán el tudjon fordulni a kocsi, és hasonlóak, ugye az Acme-ról nem is beszélek most. Szóval ez a kocsi, ez tényleg arra lett kitalálva, hogy ezt föltegyük a terepasztalra, besorozzuk egy vonatba, és játszunk is vele, és használjuk. Mindenképpen üdvözítő szerintem, hogy ez manapság továbbra is szempont bizonyos gyártóknál. Természetesen ugye a legjobban egy 4. korszakos szerelvényben mutat, ugye a másodosztályú társával, esetleg ugye rokó kocsikkal kiegészítve. Szükségmegoldásként ugye természetesen be lehet sorozni 5. korszakos szerelvénybe is, nem nagyon fog föltűnni ott az egy darab M betű, illetve a 84-es rev dátum se szerintem, de valószínűleg előbb-utóbb a Pico ki fogja hozni ennek a kocsinak az 5. korszakos verzióját, már ugye a sötét-szürke tetővel és ugye a megfelelő megjelöléssel. Összességében a Pico hozta szerintem a kötelezőt, és egy alapvetően nagyon jó kinéző járművet kapunk. Sajnos az ára köszönhetően ugye a forint árfolyam ingadozásának, illetve hát inkább gyengülésének, de most ebben nem menjünk bele, 26 ezer forintra jött ki. Ugye korábban a Pico BMO kocsi az ilyen 22 ezer forint körül volt, tehát 4 ezer forintos áremelkedést kell itt akkor abszolválnunk így az egyéves távlatban a kocsik kapcsán, viszont cserébe végre kapnak gyári festésű első osztályú kocsit azok, akik ugye 4. korszakos járműveket gyűjtenek. Ugye ez az első, mondhatjuk úgy, hogy formailag exakt első osztályú kocsi. Ugye korábban ugye a Rokónak az első osztályú AM kocsiai, illetve ugye a Tillignek a kocsiai, azok nem voltak formailag teljesen exaktok, így szerintem egy nagy előrelépés a korszak gyűjtőinek az, hogy végre most már van formailag exakt Y kocsink is, amit be lehet sorozni a szerelvényeinkbe. Röviden ennyi lett volna erről a kocsiról, igazándiból tényleg nem nagyon lehet sok mindent elmondani így a másodosztályú mellett.
Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!